Nos, hát akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok! Ismételten itt vagyunk egy Hype Arcade or Silver Network Upgrade videóban. Igazából jelen esetben nem sok olyan videóm van, ahol ennyi kommentet kaptam. És nagyon-nagyon szépen köszönöm tőletek azt, mert rohadt sokan írtatok. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, és volt sok jó ötlet is alatta. Csak annyi, hogy volt olyan, aki Discordon nagyon-nagyon sokat írt, tehát volt olyan, aki tehát ilyen 20-40-50 sorokat írt, és rohadt hosszú, és neki is nagyon-nagyon szépen köszönöm, el fogom olvasni mindenkinek a levelét, de most így az őszintén elmondva az első 10-15 darab izét tudtam elolvasni rendesen, és tehát nem nagyon tudtam elolvasni. Viszont nagyon-nagyon szépen köszönöm, tehát hogy nagyon-nagyon jól esett az, hogy ennyien figyelembe vettétek azt, amit mondtam, szóval ja. Na, srácok, raktam egy úgymond napi láda féleséget, amit ugye kicsit elrejtettem, tehát ezt is csak az láthatja, aki nézi a videókat, és szorgosan fel van rám iratkozva, stb. Szóval itt láthattátok is az előbb. Itt ugye már egyszer kiszedtem, de amúgy van benne 2x32 village spawner, és azt hiszem egy 25 darab vexel kulcs, valahogy úgy. Tehát ennyi cucc van benne igazából. Eléggé változtak a meták is, ugye most a pigmen az nagyon erős lett, az is. De a blaze, tehát a blaze-nek egy darab blaze az 2000-et fog érni, és 2000-et ér már most. Szóval az eléggé OP dolog igazából, hogy ennyit ér most a Blaze Rod, és ugye a Pigmen is elég erős, és azt is elárulom, hogy a kövi update-ben, vagyis a kövi metában az Iron Golem az nagyon le fog menni, tehát az gyenge lesz, és a Creeper pedig elég erős lesz, tehát így készüljetek fel spawner vásárlás ügyileg, hogy az Iron és a Creeper az nagyon lovos lesz. Szóval srácok, ugyanúgy állnak a dolgok, tehát ha írtok, akkor azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogyha írtok nekem kommentbe, és nyilván ugye mondtam, tehát az is meg lesz, hogy meg lesz jutalmazva, aki jó ötletet ad. Nyilván ezek mind meg lesznek, csak amikor írtok jó sokan, és nem hittem volna, hogy ennyien írtok. És ilyen jó ötletekkel, mert például a bosszos dolog is nagyon jó volt, hogy legyenek bosszok, amiket meg lehet venni, tehát ez is nagyon-nagyon jó ötlet volt. Szóval lehet, hogy ez is meg lesz valósítva, sőt, mi több biztos. A bányás dolog az nem biztos, ugye mert van egy olyan szerver, ahol van PvP bányás, stb. Tehát az nem biztos, de nagyon-nagyon jó ötletek is születtek, és nyilván majd meg lesz utalmazva a szokott ember. Természetesen ugye ezt vele is majd még kell beszélnem, meg stb. De viszont nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok. Szóval ugyanúgy, akinek van még ötlet, az nyugodtan írja ide is, esetleg aki ide is leírja, csak átmásolja onnan is, annak is nagyon-nagyon örülök, mert akkor még több az esélyre arra, hogy elolvasom. Szóval jassátok, köszi szépen, ha tetszett a videó, akkor dobjatok fel, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és ugye a képernyőn már láthattátok azt, hogy mégis milyenek az új árak, az új meta, kiírtam akkor, amikor szó volt róla, szóval ja. Tetszett a videó, akkor like, és feliratkozás. Sziasztok srácok! Hello.